Üdvözlök mindenkit! 2010. február 16-a van, kedd, ausztrál dollár, USA dollár, második szaggatott vonal szint elérve, láthatjátok. Ausztrál USA dollár sortot nyitottam 89-85-nél, ugyanis valószínűsítem, hogy az árfolyam nem tud tovább fölfelé úszni, hanem megindul ugye újra lefelé. Na most. Mi a plafon? Harmadik szaggatott vonal a plafon. Láthatjátok, ott van. Körülbelül egy 50 pip különbség van az én kis háromszögem és a szaggatott vonalacska között. Ezért az 50 pipért ezt áldozom fel. Ezt meg szeretném nézni, ugye, hogy az árfolyam lemegye, visszatesztel a 85-80-as árfolyam közelébe, vagy esetleg talán a 82-50-es, 60-as árfolyamokra is lenéz, látjátok, azt a sárga vonalat betettem, az a következő padló ellenállása az ausztrál USA dollár árfolyamnak. Ha az árfolyam a harmadik vonal fölött zárna, én valószínűsítem, hogy az ausztrál USA dollár ebben az esetben vissza fog tesztelni a 100%-os levelre, szintre. Ez nem mindig szokott így lenni, de az esetek nagyobb többségében, hogy ha a harmadik vonal fölött zár az árfolyam, akkor már felkínlódja magát vissza a 100%-ra. Ez így szokott általában lenni, de természetesen nem mindig. Ezt az elkövetkezendő 2-3 hétben megnézzük, hogy hogy alakul ez az árfolyam, ez az ausztrál USA dollár short árfolyamunk. Fonalat visszaveszem az előző blogból, beszéltünk a 4 lehetséges kimenetelről, ugye ebben az esetben ugye a magyar kormányról beszélünk, de hát ahogy gondolom látjátok a helyzetet nagyjából, annak idején, hogy nem éltek Görögországban, vagy Portugáliában, vagy Spanyolban, körülbelül ugyanez a helyzet mindenfelé, tehát a kormány úgymond attól a nemzetközi befektetőktől, külföldi befektetőktől ugye felveszi a kölcsönt, amivel próbálja kiegyenlíteni az államháztartási hiányát. Ez ugye mindig ugyanaz, ez a játék. Ugye volt már Bokros csomag, nem is tudom milyen csomag, Gyurcsány csomag, ki tudja milyen jön most, Bajnai vagy Orbán csomag. Ugye beáll a kamera elé az ember és bemeri mondani, hogy ugye nagy az államháztartási hiány, a külföldi befektetők nem akarnak nekünk kölcsönt adni, nem akarják vásárolni ugye a magyar kincstárjegyet, és nekünk szigorú fiskális politikát kell folytatnunk az elkövetkezendő 1-2-3 évben. Úgyhogy most nem is tudom milyen új díjakat vagy vezetünk be, vagy felemeljük őket, vagy milyen új adókat emelünk fel nektek. Ez a hogy úgy mondjam, ez a lényeg. Na most az teljesen mindegy amúgy, hogy az a bizonyos nemzetközi vagy külföldi befektetőcsoport mondaná azt, hogy akkor most nincs tovább, elég a GDP 100%-án álljunk meg, ez most már rengeteg, vagy esetleg egy olyan kormány lépne ugye hatalomra, amelyik azt mondja, hogy az elmúlt 20, 30, 40, 50, 60 akármennyi évben ugye óriási adósságot halmoztunk föl, és akkor most szigorítani szeretnénk. Teljesen mindegy, a lényeg az ugyanaz. Jön egy csomag, ugye az emberek lemondanak, újabb életszínvonalesés történik, és ugye 2, 3, 4, 5, 8, 10 év múlva ugyanoda jutunk vissza, tehát megint jönni fog majd egy csomag, ugyanis az a 400 ember, nem tudom hány ember, aki a parlamentben, 400 királyunk van, ugye azt hiszem, hogy 370 királyunk van, pontosan nem tudom, hogy hány darab király van, ezek költekeznek, ezeknek családjuk is van. Ők elég rendesen költik a pénzt, az ország pénzét, ugye hát az adófizetők pénzét ebben az esetben. Tehát most az, hogy te mindig megválasz 370 olyan embert, aki majd felelősen és az ország érdekében fog gondolkozni, hát ez elég nehéz lesz, meg cselekedni is, ugye ez elég nehéz lesz, úgyhogy én valószínűsítem, elég könnyű lesz ez a valószínűsítés, ugye, hogy ebből újabb Bokros csomag, vagy Orbán csomag, vagy a fene tudja milyen csomag lesz néhány év után. Teljesen mindegy, hogy mennyire húzzák meg azt a nadrágszíjat nekünk, tehát mennyire romlik az életszínvonalunk. ebből a játékból szeretnénk mi ugye kilépni, ezért csinálom én ezeket a blogokat, hogy próbáljam egy kicsit megmutatni, hogy lehetne ebből kilépni, vagy legalábbis hogy lehetne a víz felszínén maradni és nem elsüllyedni néhány év alatt. Megbeszéltük a lehetséges variációkat, az egyes variáció volt, ugye múltkor megbeszéltük az 1, 2, 3, 4-et, a háború volt az első, valószínűsítettek azt, hogy, vagy akár én is, hogy belátható időn belül mondjuk maximum 6-8 éven belül itt komoly háború lesz, ami ugye, ami esetében ugye igazán lényegtelenné válna, hogy most ez GDP hány százalékáig vagyunk eladósodva, vagy éppen mennyibe kerül egy euró, vagy éppen magyar forint erőse vagy nem erős az országban. Miért is? Ugye, mert hogyha aknák és gránátok vagy bombák repkednek a családod meg a fejed körül, a te fejed körül, akkor valószínűleg nem ezekkel a dolgokkal fogsz foglalkozni, hanem sokkal fontosabb dolgok is lesznek. Sőt, ha te ezt tudod, vagy ha én ezt tudnám és valószínűsíteném, akkor már rég kihúznám a pénzem innen, vagy akármelyik brókertől is, és már tócolnám ugye a polcra a konzerveket. Próbálnék bekészülni ugye erre a lehetséges variációra. Én nem valószínűsítem ezt a variációt az elkövetkezendő 6-8 évben. Természetesen háború mindig lehetséges, de én valószínűsítem, hogy a rövid távon, úgymond vagy középtávon ez nem fog megtörténni. Tehát a kormányok nem ezen az áron próbálják majd ugye elmaszatolni az ő gyenge minőségű tevékenységüket. Marad három lehetséges variáció, amit a következő 3 blogban fogunk tárgyalni, és közben ugye figyeljük a kereskedést, esetleg ha lesz egy másik beszálló, akkor beszállunk más kereskedésben is. Még egyszer Ausztrál-USA dollár short, 76 környékén, a pozíciót 76-78 környékén. Sok sikert kívánok nektek, nem tudom, hogy beszálltok-e az árfolyamba, kérlek szépen figyeljétek a 3. szintet, hogy ha fölött zár az árfolyam, akkor ne kockáztassatok tovább. Viszlát!